Petőfi Sándor az országgyűléshez. Sokat beszéltek, szépet is beszéltek, jót is, de ebből a hon még nem él meg, mert nincs rendében eljárásotok. Ti a dolog végébe kaptatok, és így tevétek már régóta mindig. Látják, kik a múltat végig tekintik. Ki képzel olyan templomépítőt, ki a tornyot csinálja meg előbb, és azt a levegőbe tolja, hogy ott fönnmaradjon, míg majd valahogy alája rakja szépen a falat, s legesleg végül jönne az alap. Ti vagytok ilyen mesteremberek, ezért ad a hón nektek kenyeret, ezért fizet szívének vérivel. Jobbat tesz, aki semmit sem nível. Időt, erőt eltékozoltok, és ha sükert mutattok is föl néha-néha, csak olyan az, mintha engemet a szomjúság bánt, s adnak víz helyett ételt, s talán még éppen olyan ételt, mitől szomjúságom csak jobban éget. Ha ez siker, ha ez jó tétemény, elmémet a bölcsőben hagytam én. Hiába minden szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok az elejét, ha a kezdetnél el nem kezditek, sajtószabadságot szerezzetek. Sajtószabadságot, csak ezt ide, ez oly nagy, oly mindenható ige a nemzetben, mint az Isten legyenje, amellyel egy mindenséget teremte. Hol ez nincs meg, bár másképp mindenek eláradó bőségben termenek, s bár az utolsó szolga és a por zsebéből aranyat marokkal szór, azon nemzetnek még sincs semmije, azon nemzetnek koldus a neve. S hol ez megvan, bár rongyban jár a nép, nyomorg, tengődik mindenféleképp, azon nemzet gazdag végtelenül, mert a jövendőt bírja örökül. Haladni vágyunk, de haladhatunk. Én Istenem, milyen golyhók vagyunk, lábunk szabad, de a szemünk bekötve. Hová megyünk? Meglássátok, gödörbe. Szemünk bekötve, fogva szellemünk, az égbe szállnánk, s nem röpülhetünk. A szellem rab, s a ronda légbe fúl, mely dögvészes már önnön átkitúl. A szellem rab, mint a hitvány kutyát, a ház végére láncba szoríták, s láncát harapva tördeli fogát, amellyel védni tudná a hazát. A szellem rab, s mi föntartjuk nyakunkat, s szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat. Szolgák vagyunk, rabszolgánál szolgábbak, megvetésére a kerek világnak.